Újabb szigorítások lépnek életben Magyarországon hétfőtől. A kormány szolgáltatóknál és további üzleteknél rendelte el zárvatartást. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter szerint elkerülhetetlen volt ez a lépés ahhoz, hogy húsvétra elkezdhessék a fokozatos nyitást. Az intézkedések szükségességéről megoszlanak a vélemények. Úgy gondolom, hogy szükségszerű volt. Én nem örülök neki, de hát nem tudunk ellene mit. Egyszer így döntöttek, hogy ez fontos. Vannak azonban olyanok is, akik nem ennyire elfogadóak. Nagyon mérges vagyok. Semmi értelme nincsen szerintem. A bizonytalanság miatt megugrott a pénteki napon a rendelések száma ebben a bátaszéki virágboltban. A polcok roskadásig vannak szebbnél szebb vágott és cserepes növényekkel és egyéb dekorációs tárgyakkal, hiszen az egyik legforgalmasabb, legjelentősebb napra készültek, a nőnapra. Pont tegnap jöttem meg Budapestről, a virágpiacról, megálltam az autóval, bejöttem a virágüzletbe, és akkor pont akkor jelentették be, hogy akkor 8-án be kell zárnunk. És hát ez azért is nagyon szomorú, mert pont csütörtökön jött meg majdnem, hogy az összes virágunk. Tüttős Nóra elárulta, hogy több százezer forint értékű készletet vásároltak fel. A tapasztalatok szerint ilyenkor akár két havi forgalmukat is kiárusíthatják 4-5 nap alatt. Az interjúnk elkészülte után bejelentették, hogy a virágboltok egynapos moratóriumot kapnak a bezárásra, így március 8-án nőnapon még nyitva tarthatnak. Több üzlet azonban még mindig nem tudja, hogy rájuk vonatkozik-e a korlátozás, így vannak a Tolnai megyeszékhelyen fél évszázada működő tűzéptelep dolgozói is. Nagyon várjuk azt, hogy megjelenjen a rendelet, és akkor abból tudjuk azt, hogy ki az, akit érint, és ki az, akit nem érint ez a bezárás. Mi mindenképpen azt szeretnénk, hogy ki tudjuk szolgálni a vásárlóinkat. Dávid András, a szekszárdi tűzép telepvezetője elmondta, hogy tavasszal mindig nagy forgalmat bonyolítanak le, de az idei évben a lakásfelújítási program és egyéb kormányzati támogatásoknak köszönhetően még nagyobb igény lenne a szolgálataikra. Ez a dombóvári kreatív hobbibolt azonban biztosan be fog zárni 2 hétre. Ilia Beáta 3 üzletet vezet a városban, ez az egyik. Arra is készülnek, ha a másik 2 üzletüket is be kell csukniuk. A cégvezető kitalálta, miként lehetne úgy foglalkoztatni a több mint 10 munkavállalóját, hogy ne kelljen őket szabadságra küldeni, vagy éppen elbocsátani. Egyik üzletünket leleltározzuk, a másikban pedig, ahol lapszabászattal foglalkozunk, ott nyilván a felvett rendeléseket folyamatosan teljesítjük, vagy legalábbis a szabást, a mindenféle munkálatokat vele azt elvégezzük, úgyhogy tudunk mindenkit foglalkoztatni. Ilia Beáta azt mondja, megérti a korlátozó intézkedések szükségességét, ám a 2 heti árbevétel kiesést az ő vállalkozásuk is megérzi. A szigorítások előre láthatólag március 22-ig tartanak majd.